A választásaink alakítják, határozzák meg utunkat, viszont ott van bennünk, hogy jól döntsünk. Teszem azt a hogyan továbbról. Miként lehet jól és rosszul dönteni? Önmagában a kérdésben is benne van az, hogy ugye választás és döntés. Ez nagyon fontos helyre tenni, legalábbis azt hiszem, hogy a döntés és a választás ez nem szinonimája egymásnak. Nyilván a két halmaznak, amit ez a szó sejtett vagy jelent, nagy része amúgy egy közös halmazt tesz ki, de attól még mást jelentenek. A választás az lehet az is, hogy az emberek nem választanak semmit, az is egy választás. A döntés az már teljesen más. Az egy más energetika, hogy úgy mondjam, annak a szónak más súlyozása van, és másfelé is mutat. A legtöbb ember most inkább a választások világát éli, és ott sem az úgymond a magasztos és amúgy többnyire pazar lehetőségeik közül választ, hanem inkább azt választja, hogy nem választ semmit. Hát ez a legtöbb körülöttünk élő ember így éli az életét, el van a langyos kis dolgaiban, ez a karrierjétől kezdve a párkapcsolatán át, az önmegvalósításon keresztül, az emberi kapcsolatokig, mindenben ezt a választást teszi általában. A legtöbb ember tisztelt a kivételnek, remélem, hogy a néző is az, hogy nem válasz semmit. A döntés azért többnyire az egy más liga, amire ezt a szót használhatjuk. És hát a legtöbb esetben a döntés, ha már megszületik, és meg is lépi az ember, akkor az már a legrosszabb esetben is csak úgymond egy előre bukás lehet. Nyilván fel lehet hozni akár konkrét példákat is, hogy mi van, hogyha az embertől kölcsön kérnek, és nem adják vissza, és a többi, hogy ez lehet-e mondjuk rossz döntésként definiálni, nekem is vannak ilyen tapasztalataim. De azt hiszem, hogy maga, és hogyha már tapasztalás szónál tartottunk, ugye, hogyha maga a tapasztalás hozzátesz az életünkhöz mindenféle dolgot, ami alapján aztán a további részét az életünknek már egész máshogy tesszük és csináljuk, akkor adott esetben az jóval többet érhet, mint az a pénz mondjuk, amit nem kaptunk vissza. Vagy pont ennek a nyomán áll a házhoz akár még több anyagi dolog, de mondom ezt nem csak a pénzre, hanem mindenre vetítsük ki. Ugyanis a tapasztalásnak ebben a mai világban kifejezett értéke, az gyakorlatilag nincsen. Úgy teszünk, mintha nem is volna. Holott gyakorlatilag az időn túl ez a legnagyobb érték ebben az univerzumban itt körülöttünk. Mármint inkább úgy mondanám, hogy az emberek világában itt lenne a Földön. Az idő és a tapasztalás. Ennél semmi sem ér többet, úgyhogy azt hiszem, hogy ha már döntünk egyáltalán, akkor már rosszul dönteni nem lehet. Én inkább úgy formálnám át a kérdést, és akkor ez egyben erre most egy ilyen nagyon rövid válasz, hiszen ez egy olyan téma, meg az összes többi kérdés olyan, amit napestig lehetne tényleg árnyalni, és nincs az a nagy tábortűz, ami ne égne le addig, amíg még mindig csak a felénél járnánk a témának. De ha már döntés egyáltalán születik, akkor az én olvasatomban rossz már nem lehet. Viszont a langyos melegben ülő azt választom, hogy nem választok semmit, hát ezt legalább a nézők közül ezt senkinek nem ajánlom.